túl variálnak. Többek között én nem értek azzal egyet, amikor én állom a cekket, tehát én fizetem a röptetést. Én mondom meg, hogy honnan akarunk versenyezni, vagy hát a kerület, akkor a szövetség nekem ne akarja azt megmagyarázni, hogy én most szombat helyett vasárnap röptessek, vagy vasárnap helyett hétfőn, már most meleg lesz, vagy szél lesz, vagy bármi lesz. A szövetségnek az lenne a dolga, ha én azt mondom, hogy kukutyimból akarok röptetni, akkor én nekem szerezzek külföldi koordinátát, hogy hol lehet engedni kukutyimba. Vagy rendezze a nemzetközi kapcsolatokat, a gyűrűket, a fegyelmi ügyeket, a bármit, de én szerintem abban, hogy mikor, honnan versenyezzen valaki, abban fölöslegesnek beleszólni. Eljön István sportársa formolat. Parancsol, Feri bács. Úgy tudom, hogy neked is lett volna egy komoly bajnokságot, de miért mented el? Vagy hát, nem tudom? Nálunk számolnak betli utat még. Gyakorlatilag és ezen ment el a bajnokság. Nyilván aki megnyerte a bajnokságot, ő megtette a dolgát, meg a galambja is természetesen. Csak rosszul jött ez a dolog ki, hogy Betli úttal kellett elveszteni egy bajnoki címet gyakorlatilag. De mondom még egyszer, aki megnyerte, az érdeméből nem vesz ezen egyáltalán, meg a galambjaiból se természetesen, csak nem volt úgymond szerencsén. Ott azt gondolom, hogy a bajnokság ilyen állásába a szerencsének nem nagy köze kéne, hogy legyen, az a véleményem. Én szerintem legalábbis. Szóval egy Betli úttal elveszteni egy bajnokságot nem tartom nagyon szerencsésnek. Mert ha valaki azt mondja, hogy 9-ből leszek egy 10-dik, az se egy szép, de nem a bajnokságot veszti el valószínűsítem. Szóval nem egy szerencsés dolog volt. Házik gazdához fordulok az ünnepethez. János, visszaemlékszel egészen pontosan, hogy az említett madár, ami általában egy először is gyűrűz, vagy műből származik, vagy mi volt az a madár? Tudom, hogy tojásból kellett ezt fogod mondani. És azt kérdezem, hogy milyen vérű, azt mondanád, hogy piros, de szerintem egy kékvérű madár volt. Ott egy Sellett Mazionál, ennek egy unokája. Kettő gyűrűztem, késő őszi galambok voltak, azért voltak rajta öreg gyűrű, mert már nem voltak gyűrűjeink. És jöttem egyik, akkor kaptam meg mind a két galambot. És akkor még ilyen két lakik voltatok. Mik voltok? Akkor két lakiak voltatok. Hát most is az vagyok. Most is két lakik. Az már szomorú. Pedig már azt hittem, hogy galambás lesz belőle. Az nem, mint mindenem, igyekszem, még egy 20 évet betervezek ahhoz, hogy talán kialakuljon egy ütőképes állomány. Nem, mindig más lakó voltak. Én örültem a legjobban neki, mikor neki ebben galambászni. Azt hiszem, a 602-estől kezdve, gyakorlatilag mindig te kaptad meg először. A behozott galambokból az eleje mindig vagy az eleje, vagy az év vége mindig a tiédé volt. Hát ez nem egészen így van, mert éppen ma hallottam tudni, hogy van itt egy csodálatos kék tarka delbálmadár, amit még nem is láttam. Mert nem volt rajta szemüveg, az a baj. Ha szemüveg lett volna rajtad, akkor láttad volna. Egyáltalán fölvittél a közelébe annak a madárnak? Kezedben is volt. Az a madár. Akkor lehet, hogy a memóriámmal van baj. Az a baj. Egy kicsit értem. Elszaladtak már az öregséggel. A lányom is azt mondja, hogy hát igen, papa, az a baj, hogy elfelejtett bevenni a kamintont is. Igen. Ezért rossz a memóriám. Jó helyen tapogat az Kingi. Most konkrétan visszatérve arra a Imre, én ugye megvan a szarbazása. A 602-es tojó az anyja és egy 99-es hím az apja. Odaadtam meg ez a papírját. A tojóé megvan a hímén. Odaadtam a hímén is. Akkor meg a szabónával. Hát könnyű arra ráfogni, akire azt mondja. Mert nagyon kevés nullára. Nem emlékszik, igen, könnyű ráfogni. 7,5%. Az a helyzetben azok úgy néz ki, hogy gyors galambok, ugyanúgy, mint anó a kompon galambok is, de nem biztos, hogy évzáró galambok.
jó galambok, gyors galambok, bajnokságot lehet velük nyerni, csak elszámolni nem beszélt a végén, érted? Mert miért egy nacionál, egy volt belőle? Mindig az volt a kérdésem, 602-es is, köpült az 10 díjat. De ez miért egy volt belőle? Mindig ez a kérdésem, ugye, annyira ismered. Miért nincs belőle egy tucat, ugye? Mert azért 12 szebben hangzik, mint egy. Lehet, hogy én látom rosszul, de még ebben... Egyébként én nálam már vannak ebből a vérből udokat, dédunokat is, ami szintén jó. De nem egy van belőle, hanem most már lassan lesz egy tucat. Ennek az lett volna a lényeg elfelének is, mikor megkaptam a 602-es, megvettem a 99-es, az volt az első, hogy adottam a Felinek. Fogadtam? Talán. Annak idején a 120-as is, Aschaffenburgból volt az első galamb. Megvártam, hogy eszik-iszik, aztán nekiadtam. Csak az a baj, hogy mivel ilyen két vagy, ugye, meg mindig költözik, mert ilyen vezetsége van neki, hogy mindig máshol keresi a hibát, ugye. És mikor mehetünk hozzá? Igen. Ezzel azt akartam mondani a Horváth János, hogy hiába ad neki szuper akármiket, a Szabónak elolvad a kezébe, mint a jégcsap. Tehát nem szabad neki jó hangot adni, legfeljebb egy alaptollat sem. Ez így nem igaz, azért vitatkozok, ugye, mert voltak évek, amikor olyan szépen egy-két-három év alatt kialakítottatok közösen kollégával, kialakítottatok elég jó csapatot. Csak mikor már csapat ütőképes lett volna, akkor költözték. Így jó? Hát igen. Az a Pásztor János volt, aki na de most ugye új helyen, új galambház, új galambok. Új élet. Most hol kell venni a fordulatot, ezt a megállapodtam, teljesen megállapodtál. Meglátogatunk mindenképpen. Az új duszot megnézzük. Jó, szeretettel várlak majd titeket. Mennyi galamb van a duszban most? Hogy áll a? A dusz az 10 méter hosszú, 3 méter mély és dagad. Dagad. Nagyon. Mennyi fia galamb? Fiatal. Fiatal. 20 darabot vittem le Érdről. Igen. De sajnos azok beelegetek, mert nem tudom őket kiengedni, még a boliár nincs kész, és én attól félek tudni, hogy ha kiengedem őket, azok úgy ott hagynak. És kiengedt galambod? Valami? Nincs is egyáltalán. De azok úgy ott hagynak engem, mint felpálozom. Hát az valószínű. Na most azokból fogtad ezt a 20 fiatalt, amit tavaly így... Igen, amit összekaptam ajándékba, összehajmoltam. És hogy sikerültek a galambok? Hogy sikerültek azok a galambokat enyésztésre adnak? Én úgy érzem, hogy remekül. Azzal együtt tudnék, hogy nem tudtam tervezni a tenyésztést, mert hiszen nem sokkal nagyobb egy helyiségből álló dúc volt, mint az a helyiség, ahol most vagyunk. Tehát ott gyakorlatilag az úgynevezett szabad szerelem érvényesült. Tehát nem tudtam párosítani. Bár volt ott nálam egy galambásznak, nevezte magát egy személy, aki azt mondta, hogy nem biztos, hogy jobban tudtam volna én is választani, mint hogy a szabad szerelem összeválogatták egymást a madarat. De mondtad, küldte teszteletre, vagy nem azt mondtad? De, küldte teszteletre, így van. És az hogy sikerült? Hát még egyelőre most vannak a tréningek. Na maga beilleszkedés a galambnak a tesztelete megvannak, akkor gondolom? Egy része megvan, így van, de hát ugye a tesztelepi gorog ez olyan, mint hogy igen. Drága játék hülye gyerekeknek. Igen. Ismerjük. De valaki mondta ezt nekem. Igen. Én szoktam mondani. Igen, beszéltünk ebből valóban. Nagyon finoman próbáltam ezt visszaérzékeltetni. Igen, így van valóban, igen.